Akár 30 órát is várakozhatnak azok, akik szeretnék leróni tiszteletüket II. Erzsébet koporsója előtt. A néhai uralkodót ma katonai menet kísérte utolsó útjára a Westminster Hallba, ahol a következő 4 napban bárki fejet hajthat a királynő előtt. Londonban kilométeres sorokban várakoznak az emberek, és ez várhatóan egészen hétfőig így lesz. A gyászszertartás magyar idő szerint hétfő délben kezdődik. Több ezer ember várt a néma csöndben, hogy megpillantsa a II. Erzsébet koporsóját szállító gyászmenetet. Kedd este gördült be a királynő ólomkoporsóját szállító üvegfalú autó a palota udvarába. A koporsót 3. Károly király és hitvese Kamilla fogadta. Múlt hét csütörtök óta, amikor az uralkodó elhunyt, most először lehetett újra együtt a királyi család. Már kedd este tömegek táboroztak le a Temze partján, hogy lerólják kegyeletüket. Mindannyian hálásak vagyunk a királynőnek azért a szolgálatért, amit az országunkért tett. Lehetetlen szavakba önteni azt a sok jót, amit adott nekünk, mondta egy nő. Már szerda délelőtt sorszámozott karszalagot osztottak az embereknek, csak ezzel léphetnek be a Westminster Hallba, ahol szerdától 4 napra felravatolozzák a királynő koporsóját. A várakozók számára egy 5 kilométeres útszakaszt jelöltek ki a szervezők, amely a Westminster Halltól a Lambeth hídon át a Temze keleti, illetve déli rakpartján csaknem a Tower hídig tart. Helyi idő szerint szerda délután indult el a gyászmenet a Buckingham palotából. A skót királyi zászlóval, a királyi koronával és fehér virágokkal díszített koporsót lovakkal vontatott ágyútalpon vitték a parlamenthez. A koporsó mögött 3. Károly és 3 testvére, Anna hercegnő, András Yorki herceg és Edward Wessex grófja haladt gyalogosan. Vilmos és Harry herceg egymást mellett vonultak. A Hyde Parknál eldördült a díszsortűz is, és a tömegből pedig olykor felhangzott a taps is. Az összegyűltek így fejezték ki tiszteletüket a néhai királynő előtt. Erzsébet királynő koporsóját a londoni parlament legősibb épületében, a Westminster Hallban ravatalozták fel, ahol rövid gyászszertartást tartottak a királyi család jelenlétében. A szertartáson más hivatalos méltóságok, köztük az alsó és a felső háztagjai is részt vettek. És kapcsolunk Londonba, a Westminster közelében van ugyanis tudósítónk Jó Csaba. Szervusz Csaba, hogy bő 2 órája, vagy körülbelül 2 órája nyitották meg ugye a Westminster Hallt a tömeg előtt. Mekkora most a tömeg, milyen hosszú a sor? Meg nem erősített információk szerint ez a sor már 16 kilométeres, szinte hihetetlen, ugye eredetileg 8 kilométeres sorról beszéltek, és hogy ugye az anyagban is elhangzott, lényegében így átkígyózik a Temze két oldalára ez a sor, és úgy lehet sorban állni. Ez a 16 kilométeres szinte elképzelhetetlen, 400 ezer embert vártak eredetileg a szervezők. Én azt gondolom, hogy ez a 400 ezer, ez bőven több lesz. Ugye 0-24 órában lesz nyitva a Westminster Hall, időnként 1-1 órára legalábbis azt mondták a szervezők, hogy lehet, hogy bezárják, takarítás véget és egyéb más technikai jellegű átállás véget. Azonban mindenki, aki beáll a sorba egy ideig, egészen pontosan hétfő reggel 6:30, az bejuthat a Westminster Hallba. Ami még talán nagyon-nagyon fontos információ, hogy a temetés az hétfőn délben, magyar idő szerint hétfőn délben lesz, és körülbelül 500 vendéget várnak, köztük Magyarországot majd Novák Katalin köztársasági elnök képviseli. Jó Csabának köszönjük szépen!